régi hagyomány már vár alján, hogy Güd Balázs háza és az udvara az adventi időszakban valóságos fényárban úszik. A helyi férfi ugyanis évtizedek óta gyűjti a szebbnél szebb karácsonyi világításokat, amiket minden esztendőben be is mutat annak, aki arra jár. Annak idején, mikor ezt 96-ban elkezdtem, akkor én ez miatt a film miatt, a reszkesetek betörők miatt tetszett meg nekem ez a karácsonyi hercehurca, és akkor én 96-ban elkezdtem díszíteni a házat, és hát most arra már ilyen nagyra nőtte ki magát. Balázs nem mindennapi hobbiára már országos szinten is felfigyeltek. Tavaly ugyanis megnyerte egy házdíszítő versenyt. Az akkor megálmodott dekoráció adta az idei évre az ötletet. Lájkkal lehetett szavazni, és akkor én azt ígértem, hogy ha megnyerjük, a Várolja lesz az ország legszebben díszített települése, akkor elhozom Amerikát, ugye, amennyire csak lehet. És akkor hát a fa az úgy, ahogy sikerült, a McAllister háza annyira nem vagyok megelégedve, de azért jó. Bár rengeteg készen kapható karácsonyi kültéri dísz és világítóeszköz lehet ma már venni, Balázs mégsem ezekre esküszik. Ő azt vallja, ahhoz, hogy igazán egyedit tudjon évről évre alkotni, valami teljesen másra van szüksége. Én minden nap kijövök, és ugyanúgy meglepődök minden nap, mint aki először jön ide. Szóval aztán láttam, hogy egyre többen jönnek. És hogy mennyire boldogok, hogy mennyire élménnyel teli mennek haza, és akkor, hát ugye ez inspirált, és akkor még többet, akkor már a mesékkel, tehát az a lényeg, hogy nem szerettem azt, hogyha mondjuk veszünk egy szénszarvast, egy hóembert, egy akármit, hogy az minden évben ugyanaz. Én vettem inkább próbababakat, és abból minden évben más tudok csinálni. Volt Elza, Anna, Szépség és a Szörnyeteg, most angyalok lettek a próbababak. És így mindig más a téma, mindig más tudok kihozni belőle. Az igazán különleges látványosságra pedig minden esztendőben egyre többen kíváncsiak. Vannak, akik az ország távolabbi részéről jönnek el ide, akár már a hivatalos nyitás előtt, hogy megcsodálják az előkészületeket, na és persze a munka végtermékét. Már tegnap is voltak például Szegedről, és akkor megkérték, hogy kapcsoljam fel, mert nem tudnak, csak hallottak róla, és valahol baján jártak, nem tudom, és akkor eljöttek ide, hogy megnézzék, mert gondolták, hogy hát ha holnap lesz a felkapcsolás, akkor azért ma már készen van. Úgyhogy hát szerencséjük volt, mert úgy, ahogy készen lett. Egy ilyen hatalmas, rengeteg elemet tartalmazó díszkivilágítás üzemeltetése nem olcsó a mostani energiárak miatt. Váralján viszont ezzel nem foglalkoznak. A lényeg, hogy aki ellátogat hozzájuk, olyat lásson, amit máshol nem. Ezen a fán 66 ezer LED van. Fogyasztásmérővel is, meg ugye az adatlapján rajta van az égőknek, hogy mennyi, 550 watt. Tehát az egész, mert ugye az nem számoltam, még ide terve van, 100 ezeret megközelíti, 2000-2300 watt körül van, tehát nem sok. Január 6-áig látható, és 16 óra 30-tól egészen 20 óráig. Annyi az idei csavar az egészbe, hogy a McAllister háznak a díszítése az csak sötétben mutat jól. Tehát a McAllister ház díszítése az csak olyan 17 óra körül kapcsolódik fel. Balázs már azt is tudja, hogy jövőre az adventi időszakban mivel lepi meg azokat, akik ellátogatnak hozzájuk. Ezt viszont egyelőre még nem árulja el, mert hiszen akkor semmi sem lenne a meglepetés élményéből.